Nem javul az arány, a magyar diákok több mint felének nincs nyelvvizsgája 2020-tól, már kötelező lesz egy, legalább középfokú nyelvvizsga azoknak, akik főiskolán vagy egyetemen szeretnének majd tanulni. Így azok a diákok, akik idén kezdték meg a középiskolai tanulmányaikat, már most kezdhetnek készülni erre. A legtöbb felsőfokú végzettséghez, oklevélhez nyelvvizsga kell. Sok a bennragadt diploma még mindig, hiszen a végzősök közül nincs mindenkinek nyelvvizsgája. 74.600, tehát közel 75.000 főt vettünk fel a magyar felsőoktatásba a 16 évi nyári általános felvételi eljáráson. Körülbelül az ő 10%-uk nem iratkozik be, tehát kb. 90% az, aki be is iratkozik, és azt látjuk a dokumentumokból, hogy legalább 50%-uknak van már nyelvvizsgája, amikor bejelentkeznek, ezt vagy a felvételiből látjuk, vagy benyújtják a felsőoktatási intézménynél. Ennyi, akiről legalább tudjuk, hogy van, tehát valószínűleg ennél több jelentkezőnek, illetve felvetnek van, de nem kötelező neki benyújtani beiratkozáskor. Ami talán inkább fontos, vagy meghatározó, az inkább az, hogy az oklevélszerzések esetén körülbelül 19% az, aki azért nem tud oklevelet szerezni, mert nincsen meg a nyelvvizsgája. Ezeket a diákokat már csak a nyelvvizsga választja el a diplomától, a Nyíregyházi Egyetem diplomamentő program résztvevői. Az elmúlt években országszerte 10 000-en vettek részt ehhez hasonló ingyenes tanfolyamon, amely azokat a hallgatókat segíti, akik már leállamvizsgáztak, viszont a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatják meg oklevelüket. A felsőoktatási intézménybe felvételizők között alig javul az arány, mindössze 45%-uk kezdi tanulmányait úgy, hogy már legalább középfokú nyelvvizsgája van. Ez az arány a Nyíregyházi Egyetemen is hasonlóan alakul, ezért a képzés ideje alatt is biztosítanak nyelvtanulási lehetőséget. Azt nézzük meg, hogy az idegen nyelvi képzés a képzés során milyen lehetőségeket biztosít és hány hallgatót juttathat nyelvvizsgára. Tavaly ugye 60% felett volt a diplomások aránya, ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15%-nyi az a hallgató, aki a képzés ideje alatt szerezni nyelvvizsgát. 2020-tól pedig már bemeneti követelmény lesz a nyelvvizsga, tehát majd csak azok kezdhetik el főiskolai és egyetemi tanulmányaikat, akik legalább középfokú nyelvi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Ez a változás első körben azokat a diákokat érinti, akik idén szeptemberben kezdték meg középiskolai tanulmányaikat. A diákok sok esetben nyelviskolákban, illetve külön órákon is tanulnak idegen nyelveket. A témát folytatjuk itt a stúdióban. Császár Zoltán a vendégem, az ILS nyelviskola kommunikációs vezetője, nyelvtanár. Jó estét. Mondtam így. Jó estét kívánok! Egy picit utazunk vissza az időbe, és egy személyes élményt is mondanék, amikor a rendszerváltáskor én gimnazista voltam, és azt mondták, hogy idegen nyelveket lehet tanulni, mert hogy azt megelőzően csak orosz lehetett, akkor mindenki örült, és belevetettük magunkat az idegen nyelv tanulásba, és nagyon sokan eljutottunk oda, két nyelvet, minimum két idegen nyelvet tanultunk, hogy nyelvvizsgát tegyünk, vagy tehetünk, akkor még ez egy ilyen kiváltságos időszaknak volt mondható. Ma már viszont vannak olyan iskolák, ahol már teljesen első osztálytól kezdve tanulják az idegen nyelvet a kicsik, és el is jutnak akár a 8. osztály végéig oda, hogy középfokú nyelvvizsgát tehetnek. Tehát vannak szélsőséges tapasztalatok még ma is az idegen nyelv tanulással és oktatással kapcsolatosan, de az egy jelentős probléma, hogy a diplomások nagy részének, ahogyan hallhattuk, 50%-uknak nincs legalább egy középfokú nyelvvizsgájuk. Hol lehet a baj, hol lehet a probléma a nyelvtanulásban, nyelvoktatásban? Több szinten szerintem. Egyik bajt abban látom, hogy a rendszer nem alkalmas rá teljes mértékben, tehát az állami szféra úgymond, iskola rendszere, nem tudja megteremteni azt mindenhol és minden szinten, hogy olyan módszerekkel, olyan közegben tanuljanak nyelvet a gyermekek, ahol a folyamatos fejlődés és a kommunikatív fejlődés elérhető. A kommunikációról akkor nyilván önnek is van tapasztalata. Az azt jelenti, hogy az órákon nem csupán írásos és olvasásos gyakorlatokat hajtanak végre, hanem a beszédértést, beszédkészséget is gyakorolják a gyermekek. És gyakran azt tapasztalom én magam is, bár nem vagyok nagyon régóta állami szférában dolgozó tanár, hogy az osztálylétszámok, a tudásszint felmérés hiánya vagy részleges volta nem ad lehetőséget arra, hogy minőség és kiszámítható módon fejlődjön minden gyermek. Úgyhogy szerintem a probléma gyökere valószínűleg a rendszerben lehet, de megoldás rövid távon én sem látok rá.
nincs meg az a rendszer az oktatáson belül, tehát az általános iskola, a középiskola és akár a felsőoktatáson belül, hogy eljusson vagy eljuthasson valaki a középfokú nyelvvizsgáig, és akkor mindjárt beszélünk arról, hogy az is nagyon fontos, hogy ki milyen idegen nyelvet választ. A nyelvvizsgáig sokan eljutnak egyébként, vannak jobb gimnáziumok, és kevésbé jók, ezt el kell ismerünk nyelvtanítás szempontjából, és vannak olyanok, ahol tényleg rengetegen, tehát a hallgatók vagy diákok 90%-a képes érettségi idejére akár egy-két, nem csak középfokú, hanem van, hogy felsőfokú nyelvvizsgát is tenni. Azonban szerintem ma még több az iskola, több az olyan iskola, ahol erre a rendszer nem képes. És valahol itt kell keresnünk majd hosszú távon a megoldást, hogy lehet úgy egyensúlyozni, úgy olyan közös gondolkodást bevezetni ebbe a rendszerbe, amely lehetővé teszi a szélesebb szférának, szélesebb rétegnek, hogy legalább egy középfokú nyelvvizsgával azért ki tudjon jönni érettségi idejére a gyermek. Nagyon sokan megkérdőjelezik azt, hogy fontos-e, vagy egyáltalán miért fontos, felmerül a kérdés egy diplomához egy nyelvvizsga manapság. Sokan azt mondják, hogy lehet valaki bizonyos területen nagyon jó szakember úgy, hogy nem beszél idegen nyelvet. Nyilván tudjuk, hogy a másik oldalát pedig ennek, hogy az alapműveltséghez valahol hozzátartozik, hogy idegen nyelvet beszéljünk. És ma már, amikor bárhová eljuthatnak a diákjaink, eljuthatnak a felnőtt emberek is, és tanulhatnak nyelvet, gyakorolhatnak nyelvet külföldön, ha akár külföldre kerülnek dolgozni, úgy látszik, hogy ez talán nem akadály. Nem mindenképpen, bár észre kell vennünk szerintem, hogy a mai világ sokkal több lehetőséget ad arra, hogy élő nyelvvel találkozzon bármelyik diák. Beszéljünk itt az internetről akár, vagy utazási lehetőségekről is, sokkal nyitottabb a világ, mint volt a rendszerváltás környékén. Azt mindenképpen érdemes hangsúlyoznom, hogy a saját szempontomból, ha lehet, hogy ezek a mai nyelvvizsgák, amelyek elérhetőek Magyarországon, ezek már nagyon komolyak és professzionálisak, tehát a kommunikációs valós meglétét mérik. Az azt jelenti tehát, hogy nem úgy, mint régen volt, hogy van egy nyelvvizsgája, de nem beszél mondjuk a nyelven, ez már nem igaz. Egyre inkább az jellemző, hogy aki mondjuk egy középfokú nyelvvizsgát letesz, az valóban képes kommunikálni, tehát jól mérnek a Magyarországon lévő nyelvvizsgák. Ezzel tehát nincsen már baj, ebben fejlődtünk. Abban nem fejlődtünk, hogy az iskola rendszer képes legyen nagy számban olyan gyerekeket elengedni, akik már rendelkeznek a nyelvtudással és a nyelvvizsgával. Erre egyébként sok más módszert találnak azért a szülők is, és a gyermekek. Említette a felköszönő, hogy a Felkomban is, hogy nyelviskolákban tanulnak többek között. A nyelviskolák egyik előnye egyébként az, hogy elég sok nyelviskola nyelvvizsga hely is. Tehát első kézből ismerik a nyelvvizsgák felépítését, jellegét, és nagyon sok esetben arra is van lehetőség, hogy a diákok ingyenesen kipróbáljanak egy éles nyelvvizsgát, mielőtt a valódira elmennek. Ezzel meg lehet előzni fölösleges kudarcokat, fölösleges pénzkidobást, sőt, mi több, szakértő kezekbe kerül a diák, és kap olyan felkészítést esetleg, ha még nem érett meg a nyelvvizsgára, amely 2-3 hónapon belül akár, ha ott tart, akkor bizonyosan nyelvvizsgához juttatja. Tehát vannak eszközök a rendszerben, csak sokszínűek. Na most ez már megint egy másik kérdés, vagy elvi kérdés, hogy miért tanulunk idegen nyelvet? Azért, hogy legyen egy nyelvvizsgánk, vagy pedig azért, hogy beszéljünk egy idegen nyelvet? És ez már magával hozza azt, hogy fontos az is, hogy milyen idegen nyelvet választunk, mert azért hallottunk arról, hogy fél év alatt, 6 hónap alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt is le lehet tenni bizonyos nyelvekből nyelvvizsgát, vagy meg lehet szerezni a nyelvvizsga papírt, de igazából azt a nyelvet nem tudja hasznosítani az illető. A munkaerőpiac pedig azt várná el, hogy hasznosítható nyelvtudással rendelkezzenek a mai fiatalok, akár diplomás, vagy akár nem diplomásokról is beszélhetünk, persze. Így van, az élő nyelveknek a tudása egyre inkább felértékelődik. Tehát amit most mondott, azzal egyetértek, hogy legtöbb cég ma már azért kéri, hogy a dolgozója úgy kerüljön be oda, hogy angolul, németül, akár mindkét nyelven beszéljen folyékonyan, használható módon. És azt hiszem én magam, hogy a jövőben ez még jobban fel fog értékelődni. Tehát még nagyobb súlya lesz annak, hogyha valaki nem csak nyelvvizsgával rendelkezik, hanem tényleg tudja használni a nyelvet. Hogyan választunk idegen nyelvet, mondjuk mi szülők, hogyha a gyerekeink választás elé kerül, illetve hogyan segítsük őket a tanulásban, még röviden ennyi belefér? Hát ez egy nehéz kérdés, nyilván sok mindentől függ, a szülőknek az ízlésvilága akár,
de amit látható Magyarországon, hogy nagyon erősen a nemzetközi piacnak azért mi is része lettünk az elmúlt évek alatt, és jelenleg két nyelv az, ami nagyon vezet ebben a dologban, az angol mindenképpen, és a német, tehát ha valakinek külföldi nyelvtanulás, továbbtanulási célja van, vagy akár munkavállalási célja, ez a két nyelv bizonyosan nagyon hasznos lesz. De nem szabad elfelejtenünk azért a többi nyelvet sem, akár a franciáról, ha beszélünk, vagy akár a kínairól, amely szintén egyre divatosabb. Nem mondom azt, hogy el fogja érni valaha is Magyarországon az angol szintjét, de nagyjából ez a 3-4-5 nyelv, amiről beszélhetünk, hogy érdemes akkor gondolni rájuk, amikor a hasznosság számít. Ha valaki persze hobbiból, vagy tényleg más céllal tanul nyelvet, akkor egész messze mehetünk a skálán, de ezt most nem sorolnám fel az idő szűke miatt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.